Összeállt az RMDS Szatmár megyei tanácsosi listája. A csapatot szakmai sokszínűség jellemzi, amelynek célja, hogy az elmúlt két mandátumra jellemző dinamikus fejlődés a következő 4 évben is folytatódjon. A rangsoroló ülésen Pataki Csaba tanácselnök azt is kihangsúlyozta, nem akarják, hogy a magyarságot beszorítsák a templomokba és iskolákba. Szatmár megye minden területéről érkeztek küldöttek a Szatmár Németi Megmaradás házába, hogy megszavazzák, milyen sorrendben szerepeljenek a jelöltek az RMDS megyei tanácsosi listáján. A jelenlegiek közül 3 személy kivételével mindenki indul a megyei önkormányzati választáson, a rangsoroló szavazás alapján pedig továbbra is ütőképes csapat alakult ki. Jogásztól, tanáremberen keresztül, sporthoz értő mérnökökön, közgazdászok, vállalkozók, az élet minden szakterületéről hozzák magukkal a tudást. Mindenki mögött van egy szervezet, mindenki mögött van egy szakmai szervezet, és ezért ez tényleg egy ütőképes csapat. Jelenleg az RMDS a megyei tanácselnökkel együtt 16 tisztséget töltve szeretnék, hogyha a következő mandátumban is legalább ennyit megszerezhetnének. A megyeszékhelyen Szatmár Németiben is összeállt már a tanácsosi lista, a polgármesteri tisztségre pedig továbbra is Kereskényi Gábor pályázik. A kialakult csapat szerintem maximálisan meg fog tudni felelni annak az elvárásnak és annak a célkitűzésnek, hogy mi Szatmár Németiben közösséget építünk, otthont építünk és jövőt építünk. 7 év töretlen fejlődésének időszaka áll mögöttünk, és nagyon fontos az, hogy ezeket a megvalósításokat ne hagyjuk veszendőben. Az ülésen az európai választásokra való mozgósítás fontosságát is hangsúlyozták. Az aláírásgyűjtés során, ha nem beszélünk az embereknek az Európai Uniós, Európa parlamenti választások tétjéről, akkor senki nem fogja ezt helyettünk elvégezni. Akkor nem fogják a közösségünk tagjai tudatosítani a valódi tétjét június 9-ének. A politikusok arról beszéltek, hogy meg kell mozdulnia a magyarságnak annak érdekében, hogy a jövőben se tudja senki beszorítani a templomokba és az iskolákba, hanem ott lehessenek a hivatalokban is, sőt a parlamentig is, Brüsszelig is eljusson a hangjuk.